Akkor most menjünk át a másik toronyba, ugye? Megnézni Johnisticus Johnen küldetését. Aztán See you, Freddy Bear. Jó. Várjátok, itt fönn neki van valami. Ez egy memoristó? Ó, hála az égnek. Tök jó. Did you not realize I was merely being polite? Oh, you provincial. Perhaps I'd like you to find a woman called Nefeli. Nefeli. Minister of Potion. Öt kell megtalálnunk, Nefelit. Can do that, but... Elfogadjuk. Now I shall hand over the potion in question. Ó, igen. Itt az van, hogy itt Nefelit rá kell vennünk arra. Ez a Celovis potion. Find Nefeli and ensure she drinks it. I expect glad tidings. Ez a csaj, ugye? Amelyik így megmerevenik ettől, mint a kobra, nem? Igen, de azt mondom, hogy Gideonnak is oda lehet adni. Oké. Igen, odaadom inkább Gideonnak, az jobb. Mert nem akarom megmérgezni vele. Legalábbis én. Jó. Na, akkor azt mondja, hogy menjünk akkor vissza a Roundtable Hold-ba, megpróbálom odaadni. Oké, a Dungeaternek is oda lehet adni, de nekem nincsenek ilyen vágyaim most. De majd később lehet csak odaadni, nem? Az a baj, hogy... A csaj valahol a Stormhill Castle-ben van, ha jól emlékszem. Csak nem emlékszem pontosan, hogy hol. Igen. Igen. Ja, igen, bele akartam még beszélni. Roderica, ugye? Tudom. It's all a bit, I'm still looking. Ő fogja nekünk majd fejleszteni a dolgokat. Jó! Azt mondja, hogy tetsz a Siafra Riverben, aminek a lejárata itt volt, ahhoz... Ide tudunk lejönni. Egyelőre berakjuk ezt. Jó, és akkor most erre jövünk. Itt lesznek a Claymenek? A bubi varázslók, ugye? Igen.
Szerencsére nem túl gyorsak. De ha elkap... Na, ez a sebesség kéne nekem. Ezeket tudom csinálni. Ezek között vannak azok a garázslók. Tele vannak buborékokkal. Hát tudjátok, mint hogy a hátán is vannak buborékok. Ott a buborék. A buborék barát. Az a vicces, hogy amúgy ahhoz képest milyen lassúak, annál olyan veszélyesek, ezt nem tudom, hogy ez most mi volt, de mindegy, ne felezzek a fokozatot. Hát jöttök? Létrejön egy ilyen... Egy ilyen chain. Dick Cheney. Amikor így egymás megjönnek, látjátok, nem egyszerre szúrnak. És így mindig eltalál. Nagyon vaskosan tudnak sebezni. Ja, igazi gecik? Oké. Okay. Majdnem fagyos lett. Na mi van? Vedd le a bubid! Kéne nekünk egy csomó int. Tényleg a Stargazer amulett, ami az intet adja, tudjátok, az intet, az, ami ötötel az intre, az Kélitben van. Mennyien vannak, bazd meg? Jó, kell a homokóra, igen. Hát tudok, most már kezdik is a chain-t, a Dick Cheney-t. Látod már? Hátul készül a genyó. És elkap így is úgy is, ezért nagyon veszélyesek.
Helyen. Linux Lajos, The Warwolf, Reklepsz, nagyon szépen köszi, Zero Sun, köszi a 49 hónapot, köszi szépen még egyszer, Devil TV. Hello! Nem ez a... Ez jó a rott ellen? Nem emlékszem. A rákocska. Basz meg, nagy rák! Ne! Fasz meg, takarodjál már innen, te kibaszott rák! Utálom ezt a rákot amúgy. Oké. Okay. Jó, itt van a izé, itt kell meggyújtani ugye a cuccokat, srácok. Itt, ezeket meg kell gyújtani, ugye? És akkor lehet oda menni a Skoda szarvashoz? Ugye meg kell gyújtani abból nem tudom én hányat, és akkor tudunk oda menni a csoda szarvashoz. Itt meg van valahol valami kurványa, ott is van egy gigarák. Itt van egy portál. Hello. Kettő. Nem tudom, mi volt ez itt az. Oké. Kettő meg van gyújtva, és akkor látjátok, még 6 darab van, hogy meg kell gyújtani. Oké. Oké. Az ott Blyde, ugye? Ott a sziklán. Lehet, hogy vele beszélnünk kéne, hogy azon legyünk túl. Ó, itt a map. Tök jó. Áó. Ah. Good to see you. Apologies, mate. But I don't have much to report. I can see bloody not after all the... Perhaps it's to recall that... Azt hittem nekem jön, bassz meg! Like he knew something. Let's... I jest. Besides, leave this place to me. You just do what you feel is right. If either of us learns anything,
we tell the other. Right? Leave this place to me. Okay, akkor itt ennyi volt, ugye, Blyde? Jó. Jó. Srácok, itt kellett volna legyen egy bonfire. Arra emlékszem. De nem vágom, hogy hol. Megnéztük felülről is, hogy arról a szikráról a területet, és nem látszott. Szokott lenni ilyen aranylószár. Ah, ott! Most nincs aranylószár. Miért nincs aranylószár? Hogy itt a Grace? Ha? Szokott lenni ilyen... Nem? Vagy az csak a varázsgenyósoknál van? Tudjátok, a geci ránytűnél? Akkor most vissza kell mennünk. Beszélni a varázslóval. Úgy? Aztán megbeszélnünk kell a mi varázslónkkal. Úgy? Köszi légvédelmi gépvállat a 69 hónapot. Pityu-pityu, neked is köszi szépen. De most én nem értem, hogy mi baj van ennek a szerencsétlen sárkánynak, ha? Mi? Tiszta dűne! Aaaaah, te sárkány! Aaaaah! Komolyan! Ennyi. Szelovis is így kéne nyomni. Nem? Egyébként? Tarnést! Ott egy gyertya tartó bal oldalt. Tényleg. Sír, ezt figyeld! I've no time for idle chit-chat. The only thing I will hear from you is a report of your task's completion. Are we understood? Then off you trot. I have enough on my plate. Úgy de pörcs, bazd meg ez a... Well, well. Na most kérdezzük meg Nocturne-ról. Hogy... The task was left to you and the mongrel, was it not? Így van! Not only are you incompetent, but shameless to boot. Ez az a lényeg, hogy most arról beszél ugye itt, hogy ugye ránk volt bízva elvileg Blyde, hogy megtaláljuk Nocturne, tehát nem megy, ugye, mert balfaszok vagytok. Látjátok, és most mondja, hogy van egy sorcerer Limgrave-ben, Selen, őt ismerjük, hogy a mi varázslónőnk. Akit kivágtak az akadémiáról. I'll write you a letter of introduction. És most mondja, hogy őt kell megkérdeznünk. Szóval ezeket csak azért mondom most el, srácok, tudom, hogy az előző végigjátszásban végigmentünk már ezeken. Csak azért mondom, hogy annyira sokan kérdezik még mindig, hogy honnan lehet tudni, hogy merre kell menni ebbe a kurva kibaszott játékba. Honnan, hogy mondja! Itt van Selen! Ugye erre már találkoztunk. Mondja, menjen a Selenhez! És nem azt mondja, hogy menjen rá és kérdez valamit. Nem, nem, nem. Elmondja, hogy Selent kibaszták az akadémiáról, de hogy ők jóban vannak, és hogy Selent megkérte, hogy nézzen utána, hogy Nocturne hol a gecibe van, amit ugye mondtak, hogy oda kell menjünk, de nem tudjuk hol van, aztán a farkas mondta, hogy ő se tudja, mi a fasz, és akkor most Selent elmondja, mi? Értedek? There you are, my apprentice. Shall we commence the lesson?
És itt van. Először a gift scroll, várjátok. Először ezeket odaadom. Ezek a varázslatok. Itt van, és akkor show letter of introduction. Azt honnan tudjam, hogy arra kell nyomni? Onnan, hogy azt mondta ez a pöcsfejű, fémfejű paraszt, hogy I will write you an introduction. Off you go. Well, well. Celavis is not a name I ever wanted to hear again. But fine. If it will help you, my apprentice, I offer my knowledge. The stars alter the fate of the Carian royal family and the fate of your mistress, Rani. But long ago, General Radahn challenged the swirling constellations and in a crushing victory arrested their cycles. Now he is the force that repulses the stars. Ha meghal Radahn, a csillagok újra megmozdulnak. Akkor mit kell csinálni? Na, mindegy, értek. Star Shower? Jó. Zsír. És akkor most, hogy beszéltünk Selennel, most vissza kell mennünk az öreghez? Vagy elég, hogyha Blight... Ja, elég, hogyha Blighthoz megyünk. Szerintem. Jaja. Várjál, Villan, nem olvastam, amit írtál. Jól van már, Villon, ez, hogy a Dűne 2-be túlzásba vitték a zenét, ez tudod, csak egy impulzus volt, tudod, hogy legyen mi röhögni egy kicsit, mert hogy, na, tehát amúgy epikus a zene meg minden, csak tényleg az van, hogy nem tudom, ott, amikor, igen, amikor újjászületik, akkor is van, nem tudom, néha, hogy bejön ez a zene, és így a moziban tudod, bazin, hogy hang van, és így ülsz, hogy oké, mi a fasz van amúgy most, éppen, de értem, tehát mondom, igazából csak így. Gondoltam vicces. Mert ugye nagyon epik, nagyon heves. Nem olyan... Well met. What news? Na és most elmondjuk neki, hogy mit mondott Selen? So Rani's fate is kept in stasis by Star. És ugye most elmondja nekünk Blight, hogy Rani sorsát Radahn tartja sakban. There's a festival being held at the castle on the southern edge of the Caelid Wilds, east of Limgrave. Elmondja, hol van Radahn? I heard. You can fight Radahn himself. És ez egy harcosoknak szánt fesztivál. Maybe it's just a coincidence. Elmondta azt is, hogy kurva erős Radahn. I'll be on my way to this festival of Radahn. És most mondja, hogy elmegy a Radahn fesztiváljára, ahol meg lehet vele küzdeni. I'll meet you at Redmain Castle in Caelid. Találkozunk Redmain Castle-ben, Caelidben. Hey! Beszélek! Tehát most már pontosan tudjuk, hogy hova kell mennünk, és mit kell csinálnunk. Aj, de nem néz ki ez jól. Köcsög. Jó, na, én azt mondanám, hogy szerintem megpróbálkozhatnánk a meggyilkolásával ennek a... csodaszarvasnak, nem gondoljátok? Én nem tudom, hogy jó ötlete, de az is runa, nem? Meg azért csak olboszt kéne csinálni, mármint tudjátok, olyan boszt, aki nem egy 70. verziója a katakombákba fel lehető balfaszoknak. Hm? Az első végigjátszásomban? De mi a fasznak magyarázzak? Hát mi vagyok én a... Hogy kell játszani az Elden Ringet, ember? Tudtam, hogy egész Magyarországon én játszom az egyik legbalfaszabbul ezt a játékot, nehogy már tőlem kell megtudjátok. Én csak azt mondtam, hogy nagyon sok mindenkinek végigvitte a játékot, guide-okat nézett ahhoz, hogy mit kell csinálni. És én elmondtam most csak azt, hogy amúgy nem kell guide hozzá, mert amúgy elmondják, mit kell csinálni ezek az emberek. Igen, amúgy a Dark Souls-okban is így volt, és a Bloodborne-okban is.
Itt tudom, hogy van egy... kereskedő, ugye? Különösen a Rani questline-ra szokták mondani, hogy honnan tudják. És én honnan tudom? A chattől? Esle! Esle! Nem esett le, és szarik rám. Ú, mekkora egy köcsög vagy, te jó Isten! Igen, Redan a lovas meteoros boss, vagy mi. Ja. Kire gondolsz, Reis? Ki volt az? Én is nézek guide-okat? Milyen guide-okat? Tényleg? Ezt nem is vágtam, basszus. Game guide-okat? Így ekte game? Hát az... Attól függ, miről van szó. Van amelyik, tehát ugye streamelni egy gémet sokszor másabb, mint csak simán játszani. Attól függ, mit akarsz, vagy milyen végigjátszást tervezel, stb. Bazdmeg. Ez egy rák, nem? Vagyis de rák! Csak nem az volt a nem, na értitek? Igaz, hogy az előző végigjátszásban nem fordítottuk le mindent, meg nem magyaráztam itt túl a dolgokat, de a párbeszédeket, azokat meghallgattuk. Ugye? Én most azért skippelem őket, mert ugye abban meghallgattuk. Most nem tudom, valaki emlékszik rá, de én általában meg szoktam hallgatni a párbeszédeket. Akkor is, hogyha közben rátok is figyelek. Én úgy tudom, hogy igen, jó, oké, zsír. Csak azért mondom, hogy általában én úgy szoktam csinálni. Tehát, hogyha nem is fordítottam le mindent, én azért figyeltem, hogy mi a fasz van. Vagy legalábbis próbáltam figyelni. Ott a másik felgyújtászati. Nem igazán szoktam így skippelgetni, de hogy elég hasznos információk hangzanak el. Lesz egy ugyanolyan farkas boss, mint a Ryan Lucariában, ugye? Ez van, amikor azt a gombot nyomod, hogy szálljon le a lóról, helyette odébb megy. Az Nocturne-ban van a másik farkas, nem itt? Hogy tök hülye vagyok. Ami nem meglepő. Valami miatt azt hittem, hogy az egyik ilyen meggyújtható cókmok az ott van nála.
Hát ez gond. Nem ez volt a terv. Jó. Ezért nem szeretem egykezezni a kardokat. Igen. Pont elég volt, hogy a kardcsapásomat cancelelte az egérke, hogy be tudja vinni az utolsót. Kapta. Jó. Ők ott lesben állnak, hogy megtámadjanak, de én ezt leszarom. Itt egy lift. Ez milyen lift? Ja, várjatok, ez a lift nem működik, csak hogyha megszurkáljuk a cuccal, ugye? Akkor ez nekem nem kell. Jó, nem gond. Van egy rész. Patrick Burnside, figyelj, valahogy közép utat kell találni. Nyilván most azért valamit át kéne adjon a streamer is abból, hogyha mondjuk nagyon-nagyon sok szöveg van a játékban, és egyszerűen tényleg képtelen mindent lefordítani, úgy nagyjából egy vázat abból, hogy, hogy mi történik a gameben. Most én például próbálok valamennyire egy ilyen, hogy nagyjából átjöjjön az olyan gémeknél, ahol nem tudom az egészet elmesélni, amúgy ez egy elég nagy nyíl. Mert most így kijön belőle, mindegy. De nyilván most nem, tehát attól függ, kivel beszélsz, hogyha az a kérdés, hogy ez elegendő vagy sem. Szóval én megértem azt is, aki azt mondja, hogy többet kéne fordítani, mondjuk például az ilyen gémekben, hogy mindenki értse, miről van szó. Mert ugye így is azért az a durva, hogy ugye nagyon sokan azt hiszik, hogy sztori sincs a Souls gémekben, pedig ezekben van aztán csak sztori, úgy igazán. Nem azokban játékban, akik elmondják, hogy egyszer volt, ó, nem volt, volt egyszer egy zendaja. Most mondtam valamit. Nagyon rászálltam erre a tűnére. Mindegy. Amúgy tökre tetszett a tűnne kettő, nem tudom, átjött ez a dolog. Fű, várjatok. Erre van a két gargoly. Tudom, Patrick Burnside, tudom, hogy nem nekem szól, csak hozzá akartam szólni. Nem, nem, erre van? Az is Nocturne-ban van. Ha, jó. Kicsit beszartam. Rendben. Szóval tudom, hogy nem nekem mondtatok, csak gondoltam, hozzászólok én is a témához, hogy, hogy jogos, de mondom, azt is megértem, hogyha valaki úgy néz egy streamert, hogy ő elvárná, hogy többet fordítson. Nyilván azért vannak határok, mert most nem szólhat arról a stream, hogy folyton megállunk. De hogyha valaki csinált például, ahogy az előbb mondták, Lorant az Elden Ringből, ami arról szól, hogy
minden tárgynál elolvassuk a leírásokat, a Lorran az az, hogy megállunk, megbeszéljük, hogy mit mondott az NPC, mi miért történik, kivel mi a fasz van, stb. Az például tök jó, mert akkor ezt meg lehet nézni, és akkor ez ténylegesen segít abból, hogy az ember megértse, hogy mi fog történni. Ott hagyja majd itemet. Szóval, nem tudom, hogy meggyújtottam eddig az összes tokmokot, de... ez az item. Idegesít. Nézzük majd. Mindegy. Ez majd mi van a vízesés mellett? Titkos fal? Nincs, sír. Jó, és akkor hol van még ilyen szar? Mert én ezt a csodaszarvast meg akarom ölni valahogy. Akkor lehet nem is 80, csak 6. Nem emlékszem hányban. Hányat gyújtottam meg? Nem látok odáig. Oké, itt van egy. Hát van nem volt kettő. Három, négy, öt. Nem emlékszem, meggyűjtöttem-e. Nem. Ó, oh, na most sikerült! Mondja, hogy power gathers! Gathers powers! Kolompolnak már. Ez volt a terv, hogy ezt még megcsináljuk. Amúgy itt fenn mi a fasz van még? Mindegy. Van itt fent valami, ahol érdemes oda menni még? Szerintetek? Vagy csak szeretek a lóval ugrálni?
Én valamire emlékszem, hogy, hogy én itt elugráltam, de nem kellett volna. Azt nem tudom, hogy... az meg, na várjátok. Le lehet elvileg arra esni. Arra a cuccra, hogy ne sérülj meg, de nem akart. Nincs egy gond. Vannak problémák, srácok, ez nem a... Jó? Junior Cash, köszi szépen! The Strike Division, azok, kerek, azapa, Vine, Bobby, nagyon szépen köszi. Arnold Nagy, nagyon szépen köszönjük az 5 év feliratkozást. Neked is. Gratulálunk a Steven Seagal Benchet a szaver. Köszi szépen, hogy ilyen régóta támogatsz minket. Mindenkinek nagyon szépen kösz, srácok. Nagy részt miattatok is lehet az, hogy akárki tudja nézni. És fent hagyta szerintetek, mert onnan estem le? Hogy ne tudjunk lejönni? A szólt, ugye? Ugye? Igen. Egyszerű. Ez volt a tervem az előbb is, hogyha pont oda ugrasz, akkor zsír. Mindjárt bemegyünk majd a bosshoz. Jó. Ez nyilván nincs. Mert azt nézem, hogy nincs véletlenül annyi cókmókunk, hogy esetleg... A francba. Bocsi, elnyomtam. És kettőre? Még kell 3000. Megoldjuk. Nem akarom elbukni a szarvasnál, tudjátok. Kell még 300. Azt kész. Feszesen áll itt minden. Az 50. szintre, ha?
ezzel a bosszal emlékszem, volt már nehéz dolgom is. Majdnem fagyos lett a hangulat. Egyszer fixen majdnem fagyos lett a hangulat. Ebben az arénában ugye nincs semmi. Jöre van. Egy ilyen dungeon visszatérő. Na, akkor itt ezt a részt tekintsük úgy, hogy mondjuk megvan. Szeretlek nagy fasság, hogyha most oda megyek EG-hez, és veszek egy 4-es Somber Smithing Stone-t? Hogy egyet fejleszünk a kardon. Greetings, my... Mert még 4-están van nála. Tudom, hogy drága, de... Így. Jó. Zsír. Kérdezzük meg Nocturne-ról. After you like going underground, only lies me. To be honest. Jó, és akkor most már, srácok, így még vissza kell mennünk egyszer a varázslóhoz, vagy most már elég a fesztiválra menni? I take it you've heard of well. Ja, oké. Okay. Ez ismétlődő duma. To be honest. Jó. Na, azt mondja, hogy... Kélid be, amikor rá voltunk még eddig, amit még ma meg tudnánk csinálni, az ez. Az a véleményem. Hogy szerintem a mapot szerezzük meg gyorsan, az még simán belefér a mai napba. Ha minden jól megy. Mert a map az kell Kélithez. Mindenképpen. Oké, Sevier, de szerintem meg fogom menni azt is. Nem izgat. De most komolyan. Nem kell rúna. Kapja be a rúna.
Igen, ez a duplikálás, ezt tudom, ilyen mauzalom duplikálás, de... De amúgy nagyon köszi a tippeket, de... Próbálunk úgy menni, aztán néha ki is használni a game adta lehetőségeket, néha nem. Tudom, hogy nehéz követni amúgy, de tényleg. Na, megvan a map. Ez rövidebb volt, mint gondoltam. És akkor a Castle Redmain az amúgy itt van lent, ugye? Ott van amúgy nekünk... Grace. Elvileg. Kérdés, de is annyi cucc van még, hogy hogy anyám. De lehet, hogy elfutnék odáig. Én biztos, hogy ezzel a karakterrel fogom nyomni a DLC-t. A régivel nem játszom már. Meg azt nem is nagyon szerették az emberek. Igazából egyik dexes karakter sem. Én szerettem a dexeseket nagyon. Nekem mai napig az a kedvenc. De végigvittem full strength karakterrel is ezt a gémet többek közt. Az is nagyon jó volt. Egyébként. Itt még lesz lőtt van minden, csak... Azt hiszem, itt kell... Igen, itt kell valahol bemennünk a castle-be. Itt oldalt. A strength is nagyon jó, én észével mentem, srácok, a... Ezt nem pont így akartam, de mindegy. Úgy mentem, hogy egy ideig mentem a Heavy Greatsword-ral, tudjátok, a berserkes gáccos fegyverrel. Aztán az kurva jó volt amúgy, és aztán mentem egy nagyon sokáig a Ruins Greatsword-ral. Az is kurva jó volt. És akkor a vége felé a játéknak, mikor már úgy nagyon megszoppantottam az anyárat, mikor nagyon megszoppantottam magam, akkor pedig valami miatt egyszerre a kettővel. Ja, nekem a game-nek van-e utalása a Berserkre? Ennek a game-nek annyira van utalása a Berserkre, hogy ez a game gyakorlatilag Berserk. Jó, nem? Végülis de! Hát nem! Hát... de. Jó, nem Berserk. Oké? Okay? Nem Berserk. De nagyon sok minden a Berserkben van benne. Mi az, aki iszonyatosan szereti a berserket? Ami ugye hát nem kell csodálkozni, geci jó. Csak... De talán ez a legberserkebb játék az összes Souls game közül. Sőt, ha lehet hinni ugye a pletykáknak, meg Váti következtetéseinek, ha megnézitek a Lord of Blood videóját, amit tegnap csinált, akkor konkrétan mi kell a... Tehát lehetséges, hogy a Mikela történet igazából egy nagyon erősen Griffith inspirált sztori. Nekem legalábbis ez az elmélet nagyon tetszik, amit tegnap kifejtett, hogy amúgy igen, ha jól belegondolsz, simán Griffith.
Hát, Anark, gondolj bele, hogyha te is láttad, nem tudom, hogy láttad-e a videót, de gondolj csak bele, hogy mi történik, hogy mi történt Mikelával a sztori szerint. Bebábozódott a drága lelkem. Hogy újjászülessen. És elárult maga körül mindenkit. Nem is lehet kinyitni? Muszáj leugrani az oroszlának közé, így srácok, nem emlékszem, sajnos. Valaki emlékszik rá? Ott kell mennünk? Arra? Nekem csak egy bonfire kell, srácok, semmi más. Bassza meg. Szóval jó, egész súlyosan berzerk ez a game. Neked konkrétan mondom, nagyon-nagyon sok minden benne van, ami a game-ben benne van. Ezt sem lehet kinyitni? Ezt sem lehet kinyitni? Ezek rossz eredetlen után jelnek ki ezek az ajtók. Hoha! Szerintem ezt beszoktam. De most akkor nem értem. Akkor erre nem is lehet jönni? Sehol? Nyugalom, semmi pánik! Meg vagyunk. Megvan, merre kell jönni. Semmi gond! Láttatok, hogy elugrottam alatta? Ezt még Vietnámban tanultam. Na, és akkor itt is vagyunk a fesztiválnál. Ugye? Micsoda nagyszerű hely. Látjátok? Ott van Blythe. Azt mondta Blythe, hogy a fesztiválon találkozunk. És ott van, bassz meg. Meg kell zavarodni. Tényleg ott van. Bocsánat. Jó, na ez egy kiváló hely, hogy folytassuk innen a tevékenységeinket. Kérdés. Szerintetek haladtunk a mai napon? Igen. Szerintetek a level 50 az elég lehet Radanra? Az a baj, hogy ő jön. Ha még itt Kaelinbe lehetne egy kicsit. Szórakozni. A segítőkkel elég? Nem tudom, lehet kéne még bele, nem? A HP-m az... nem tudom. Van azon a sárkány? Igen, igazad van. Az mennyi? Az 60 ezer szól? De várjatok, be lehet kapni előtte egy Goldfinger fakkot is. Hát az a 60k szól, az mennyi? Az vagy 3 szint, az nem sok. 60-tól ajánlott? Na jó. Akkor megnézem majd még, mert csütörtökön még fogjuk nyomni ezt a gémet. Megnézem majd még, hogy mit tudok tenni. Szia, a Sirius U, Dreamwolf, köszi szépen. De azt is meg lehet csinálni, meg megcsinálhatjuk. Tudjátok, mit csináltunk meg? Van itt egy Fort Kaelidben. Fort Lauderdale. Nem, nem. A másik Fort.
Van itt is egy fort, mint a Weeping Peninsulában. Azt is meg lehetne csinálni. Talán azt mondom, hogy azok ott jók lehetnek. Igen. Szerintem a helyikre gondolok. Fort Hate. Igen. Jaj, meg kell szerezzük a Dectus medálnak a másik végét. Tényleg az van itt, vagy másik felét. Igen. Jó, úgyhogy az a lényeg, hogy akkor még egy kicsit variálunk. Hát, ha lépünk egy pár szintet. Meglátjuk, hogy lesz. Skacok, holnap lesz Tomb Raider délután, egy kicsit tovább koszoljuk a Tomb Raider-t, mert miért ne? Délelőtt megnézzük az új kontrát, úgy döntöttem, hogy délutáni streamet nem szánunk rá, mert így azért... Tudjátok, mondtam ezt, hogy... De egy délelőtt megnézzük, ugye holnap délelőtt megnézzük egy 2 óra hosszára az új kontra gémet, ami amúgy nagyon hasonlít a régire, csak új. Jó lesz? Jó. Ez a holnapi terv, sütöltök meg, akkor nyomjuk ugyanúgy az Elden Ringet, mint... meg mint tegnap. Jó? Jó. Köszi a figyelmet, srácok, legyetek jók. Reggel találkozunk. Na, szevasztok, este még jöhettek Janihoz, mert itt ilyen meccsezések lesznek.